Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás augusztus 18-áig. Itt a képen láthatóak a szimbólumok. A hold uralkodik a hétfői nap felett, Mars bolygó a keddi nap felett, Merkur bolygó uralkodik szerdán, csütörtökön Jupiter, pénteken Vénusz, szombaton Szaturnusz bolygó, és vasárnap uralkodik a nap. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák az egyes napokon. Hétfő. Itt ez a kígyó látható. Ez jelentheti a gyógyító erőt. Jelentheti a megújulásokat, a változásokat, mint egy újjá születés. A kígyó utalhat egy hölgyre is, hogy milyen szándékai vannak, azt majd a következő kártyák mutatják. Ez lehet valaki a családból, lehet egy barátnő, lehet egy kolléganő, vagy lehet egy rivális nő is. Kedd. Itt a gyermek jelenti a gyermekeket, vagy jelenthet egy új kezdetet. Esetleg itt a megújulásokat, mint egy újjászületés, a fiatalos kisugárzásodat. Szerda. Itt vannak változások, megújulások. Ez lehet egy költözködés, lehet munkahelyi változás, vagy változik valami a hozzáállásodon, vagy változik valami a környezetedben, és a gyermek meg a gólyák így együtt jelenthetik egy kisbabának a születését is. A szerdai napon van egy Mars-Jupiter konjunkción az indiai asztrológia szerint a bika jegyében, ahol fontos a biztonság érzete, az is, hogy legyen egy szép környezet, hogy élvezzük az életet gondok nélkül. Mars bolygó jelentheti az élet erődet, de jelentheti a férfiakat is. És Jupiter bolygó adja a lehetőségeket, a szerencsét, esetleg utalhat egy bírósági ügyre, vagy olyan helyzetre, ahol eddig igazságtalanság ért. Csütörtök. Ez a levél utal egy hírre. Egy hír érkezik hozzád. A levél az lehet egy dokumentum, vagy egy bizonyos szerződés is, és az is útban van hozzád. Péntek. Itt látható a mozgás. Valaki közeledik hozzád, vagy ez a hír, szerződés útban van már hozzád. Ez a kép utalhat egy férfire, de jelenthet mindazt, ami mozog. Például változások, utazások, sport, vagy egy autó vétele, autó eladása, akkor itt látható a szerződés, a változások, például egy új autó. Péntek. Itt a kezedben van a kulcs. Jelenti a magabiztos fellépésedet. Azon kívül cselekedni fogsz, hiszen ezzel a kulccsal lezársz valamit. A múltat, a félelmeket, bizonyos kapcsolatokat, és egyúttal ezzel a kulccsal kinyílik egy új ajtó. Ezek a lehetőségek. Vagy diplomatikus vagy, hol zárkozott, hol nyitott, attól függően, hogy milyen helyzetben vagy. Vasárnap.
Itt láthatóak az egerek, és jelentik a veszteséget. Hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Lehet, hogy lesz kiadás. De az egerek jelenthetnek segítséget is, ha például kellemetlen dolgokat távolítanak el. Például a félelmeket, vagy negatív gondolatokat, vagy rossz döntéseket, vagy hamis kapcsolatokat. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és ha jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen, és én kívánok egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera.